A halakat készítik elő ebben a nyíregyházi halsütödében. A tulajdonos szerint az utóbbi időben egyre többen keresik fel őket, és azt tapasztalja, hogy növekedett az érdeklődés a különféle halak iránt. Egyre nagyobb kíváncsiság van afelé, még akik eddig nem fogyasztották. Ez nyilván köszönhető a médiának, illetve a témának a felkapottságába. Valójában érdemes volna mindenkinek halat fogyasztani, én is ezt mondom, tehát azért a halnak a gyakorlatilag tápértéke és minősége azért sokkal megfelelőbb, mint egy vörös húsoké. Éppen ezért a kormány is évek óta törekszik a halfogyasztás növelésére. Jelenleg egy magyar ember átlagosan 5,7 kg halat fogyaszt évente. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ez a mennyiség minél előbb megduplázódjon. A szaktárca a halfogyasztás népszerűsítésére kap rá néven kampányt is indított. Ennek a keretében próbáljuk a halfogyasztást népszerűsíteni a hagyományos magyar húsfélék mellett. Ugye sokszor elhangzik, főleg karácsonyi időszakban, hogy mennyire megugrik a halfogyasztás. Szeretnénk elérni azt, hogy ne csak úgymond kampányidőszakokban legyen ez jellemző, hanem általánosan a magyar lakosság halfogyasztása, amely körülbelül hát az ötöde, vagy akár a hatoda az uniós átlagnak, ugye az uniós átlag 22 kg per fő, a magyar átlag pedig 5-6 kg körül mozog, tehát ez megemelkedjen. A halfogyasztás és a halgazdálkodás támogatására indult a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program. Ennek megvalósításához az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból Magyarországnak mintegy 15,5 milliárd forint áll rendelkezésére. A kormány pedig az állami halgazdálkodási feladatok támogatására idén 500 millió forint forrást biztosít. A MAHOP-nak a fő célkitűzései között szerepel a KKV-k fejlesztése, a tármelői bázisoknak a megtartása, továbbfejlesztése, amelyek az előző operatív program idején már kialakultak, megvalósultak, versenyképességi növekedés, biodiverzitás megőrzése és növelése, az akvakultúra fenntarthatóságának az elősegítése, és hát célunk az új fajok termelésbe vonásának az elősegítése, az intenzív, innovatív technológiák fejlesztése, halfeldolgozás támogatása. Magyarországon az elmúlt években legnagyobb mértékben az afrikai harcsa termelés növekedett, amely tavaly közel 3200 tonna étkezési halat adott a piacnak. Ezzel a mennyiséggel az elsők között vagyunk Európában, de jelentős a ponty és a tokfélék termelése is.